A magyar közélet néhány nélkülözhetetlen szereplője úgy gondolja, neki előbb jár a vakcina, mint a közönséges földi halandóknak. Legalábbis Ürmös Zsolt írásában, melyben a celebek oltakozását kísérhetjük figyelemmel. Akik pedig a celebeket megszemélyesítik, Balsai Móni, Elek Ferenc, Mészáros Máté, Revicki Gábor és Vida Péter. Kiszel Tünde oltakozik. Doktor úr, ha a szovjet vakcinát kapom, akkor attól tényleg kinő újra a szemöldököm? Nem, ettől nem kell tartania, asszonyom. Akkor jól van. Amíg a doktor úr előkészíti a fecskendőt, hadd mutassam meg a legújabb 2021-es naptáramat. Itt én vagyok látható az FFP3-as bugyi gyűjteményemmel. Ezen a képen pedig a régi naptáraimmal tartom távol magamtól a vírusokat. Fási Ádám az oltóponton. Jó napot, doktor úr, megjöttünk az oltásért. Ne haragudjon, de a mi listánkon csak ön szerepel. Ki ez a két szájmaszkos úr önnel? Hát ez a Mester Hármas. Mester Hárman? Igen, Csokis Tibi, Bunyós Pityu együtt oltat Fási Ádámmal és önökkel, kedves barátaim. Berki Krisztián oltakozik. Hello, Doki, egy selfie-t nyomjunk már, hogy lássák az Instán, hogy beoltanak. Rendben. Kérem, tegye szabaddá a bőrfelületet. Ne az alsó gatyáját tolja le. Ez nem ránctalanító kezelés. Farkas Bertalan oltakozik. Dandártábornok úr, melyik oltást adhatom? Hát, mivel Szojúz nincs, jöhet a Sputnik. Kajdi Cilla oltakozása. Sziasztok, aranydrága követőim! Hát ez a vírushelyzet takába rakott rendesen, de most itt vagyok az STK-ban, hogy beadják a szurit. Itt van már a doktor bácsi is. Tűrje fel, kérem, az ingúját. Csű, anyukám! Hát ezt nevezem fecskendőnek. Hát mit puposkodsz itt ezzel a tűvel? Jó pofa vagy, te belém akarod döfni? Figyuka, nekem csak a Györfi Palik adhatja be ezt a kis szurit. Vagy tudod mit? A telombat, hogy az aranydrága követőim is érezzék. Havas Henrik az oltóponton. Ezzel a tűvel akarsz megszúrni, publikám? Na, ne vicceljen. Amikor 1982-ben a Pasteur intézetben dolgoztam sajtóattaséként, kiképeztek oltóorvosnak is, mert ahhoz is volt tehetségem. Egy nap alatt 5000 oltást adtam be, de én egyedül. Ezt azóta sem döntötte meg senki. Na, adja ide azt a fecskendőt. Még nézni is rossz, amit művel. Na, megmutatom, hogy kell egy oltást beadni. Így né, látja? Ugye, nem is fájt. Na, 3 hét múlva jöjjön majd a második adagért. Most pedig kérem a következőt. Győzik-e az oltóponton? Jaj, mond, babó, miért olyan csóró vagyok, hogy még a vírus sem költözik belém. Na de itten vagyok, abból az AstraZebra ótásból adjál nekem. Az nagyon fáj lehet, csaje? Dik mám, more, de sukár ez a fecskendő. Ha majdnem olyan vékony, mint én, hogy nyaljam meg a zacskódot? Korda az oltóponton. Az izgalom a tetőfokára hág. Itt vagyunk a második kerületi rendelőben. Na, pattanásig feszült a helyzet. Vajon beadja, vagy nem adja? Na, ez itt a kérdés. Hát mit csinál? Te atya, ég!
El ne dobd! Hát gyerünk, add már be! Ott van a kezedbe, na add már be! Beadja, nem adja, és beadta!